Istennek, és legyen dicséret a ti ajkatokon. Buzdítsátok a ti feleségeteket. Mondd meg a te drága feleségednek, drága feleségem, olyan hálás vagyok te érted. Én nem is tudom elképzelni, hogy néznék én ki, hogyha te nem lennél. Mindig éhes lennék, mindig korognak nyomom. Lehet, hogy nem is lennék úgy meg, fölöltözve. Lehet, hogy gyűrött innbe járnák, gyűrött gatyába járnák. Egyszerűen hálát adni, megköszönni, buzdítani, megdicsérni a feleséget, megköszönni az étel. Nem elég csak egyet büfenni egy jó ebéd után, hanem oda kell mondani, hogy drága feleségem, köszönöm. Nagyon jó volt, nagyon finom volt. És tudjátok, mit értek el ezzel? Hogy a ti feleségeteknek adtok elő jó kedvet arra, hogy újra főzöm. És ugye milyen jó kedve az, hogy ennek a férjemnek milyen jó volt, és mennyire buzdított, és holnap jobbat főzök neki. Jobbat készített, ugye? Egyszerűen az a szeretet, az a hála, az, ahogy én az én kapcsolatomat úgy irányítsa. Az olyan, mint a hajón az a kis kormány, ami jó irányba viszi. Figyeljétek, ez jó irányba viszi a dolgokat. Ezt ne csináljátok kiszámításból, ezt csináljátok szeretetből. Legyetek hálásak. Azért, hogy korán kell a te feleséged. Azért, hogy fölkészíti a te gyerekeidet. Azért, hogy reggelit készít neked. Azért, hogy ebédet készít neked. Azért, hogy vasal, azért, hogy főz. Azért, hogy mos. Azért, hogy takarít. Azért, hogy ott van, tartsa a családod, a gyermekeket. Légy hálás, és ne feledd el, hogy ezt nem elég csak annyit, hogy persze, hát tudja az én feleségem, hogy én hálás vagyok. Ugye? Mondd meg neki. Ez a nyelv, ez a nyelvnek a hatalma, tudjátok, nyelvvel lehet valóban buzdítani azt a másikat, és erőt önteni, és jó kedvet önteni. Ha mindig fogod kritizálni a te feleségedet, egyszer elfogy neki az ereje, elfogy neki a jókedve, és nem fogja bírni már csinálni. Belebetegszik. Egyszerűen leteszi, és azt mondja, nincs erő, nem bírom. Az nem azért, hogy Isten nem adott neki elég erőt. Nem azért, hogy nem adott neki elég kedvet az ő életében. Akkor, mikor egyben jutottatok, akkor, mikor egymásnak hűséget és szeretetet ígértetek, mennyi ereje és mennyi jó kedve volt. Bőven és bőségesen, úgy, mint egy pohárból, mikor átcsordul, olyan nagy reménységgel és olyan nagy szeretettel mentetek bele a kapcsolatba, és arra gondoltatok, hogy ebben kitartotok mindvégig. De ha valakinek elfogy a jó kedve, elfogy neki az ereje, ennek van valami oka. És tudjátok, hogy mi az? Nem elég csak gondolni, hogy én szeretem a feleségemet. Mondd meg neki. Mondd meg neki, drága feleségem, én szeretlek. Én feleségemnek már, lehet, hogy ki van rojtosodva a füle attól, én naponta elmondom neki, drága feleségem, én úgy szeretlek. És látom, hogy már 30 éve lassan együtt vagyunk, és nem unta meg. Ezt meg lehet unni, testvérek. Drága testvérek, mondjátok, meg lehet ezt unni, mikor a férj szívből mondja, hogy szeretlek, drága feleségem. Nem lehet ezt megunni. Ugye, ha így van, és ez így igaz? Így van? Ne szégyenlősködjetek. Ez így van? Egyszerűen elhagyott a kapcsolatot. Aki azt mondta neki, miért mondjam az én feleséget? Én egyszer a oltár előtt megmondtam neki. És akkor minek én mindig zaklassam őt? Mondom, nem zaklatod, drága testvérem. Buzdítom. Úgyhogy ne váradjunk el a jó beszédben, a buzdításban, drága férfi testvéreim. De mostan ne nézem az úgy, hogy csak most a férfiakhoz szóltam, most szólok a testvérnök közben. Drága testvéreim, mit gondoltok ti a saját férfiaitokról? A szomszéd az az ügyes, ugye? Ő maga fölépítette a házat. Kicsempészte! És olyan kevés pénzen
Figyeld már, másik autójuk van. És még mindig azon a rohadt Skodán járunk. Ugye? Hogy létezik, hogy... Hogy miért nem csinálsz valamit már? Hát azt mondja, anyukám, hát mennyit én igyekszek, dolgozok, csak hát nem megy nekem úgy, mint annak a szomszédnak. De az a szomszéd mindig ügyesebb, annak mindig jobban megy. És tudjátok, ha nem fogod értékelni azt, hogy a te férjed, hogy ne is van jó, hogy lehet, hogy ő nem tud építeni, lehet, hogy ő nem tud ezt vagy azt csinálni, lehet, hogy minden szeg elgörbül a falba, amit bele akar venni, de végleg van valami, amit ő is tud jól csinálni. Megdicsérted, drága testvérem, meg tudod dicsérni abban, amiben jól a te férjed. Lehet, hogy nagyon érzékel. Lehet, hogy nagyon odafigyel. Lehet, hogy nagyon oda tud figyelni a gyerekekre. Tud velük foglalkozni. Vagy más dolgokban. Nagyon ügyes. Nem mindig azt figyeld, amiben nem jó a te férjed, hanem figyeld meg azt, és dicsérd meg, és erősítsd meg. Mert ahogy te használod a te nyelvedet, olyan íze a te életednek, olyan íze a te kapcsolatodnak. Én nem azt mondom, hogy ezt te csináld úgy, hogy ez ne legyen a te szívedben, hanem szívből és igazán csináld ezt. Én nem mondtam meg mondani az én feleségemnek. Na, mondtam, ma is bent voltam a kórházban, megsimogattam, azt mondtam, szeretlek, drága Zsuzsika. És úgy láttam, hogy nem mondtam meg. Nem mondta, Sándor, ezt már ne beszélj, már egyszerűen már nem tudom már hallani. Minden nap buzdítom, erősítem. És tudjátok, ha gyermeket nevelni, valaki azt mondja, nem őszült meg az a asszony. Egyszerűen nem ment el az életének kedve. Nem. Tudjátok miért? Mert ha egymást erősítsük, mert ha egymást áldjuk, mert egymást buzdítsuk, akkor mi erőt nyerünk. Szeret kapunk a szárnyaink alá, és szárnyalunk, erőt kapunk. Dicsőség Istennek! Ne feledkezz el! A te nyelvednek van egy nagy feladata, hogy a te nyelveddel fölépítsd a te kapcsolatodat, a te drága férjeddel, vagy a te drága feleségeddel. És nem mindig azt keresd, hogy mit nem tud a te férjed. És milyen ügyetlen, milyen két bal keze van, hanem azt figyeld, hogy van neki jó oldala, és vannak dolgok, amik, mert ezek, tudjátok, ezek a szavak, amelyek ilyen negatívak, ezek így taszítsák, ezek eltaszítsák te tőle. És azt fogsz, elkezdesz panaszkodni, hát már nem szeret úgy ez a férjem, már nem olyan hozzám, mint eleinte volt. Testvérek, én megvallom nektek, lehet, hogy valaki azt mondja, Sándor, miért hozod ezt ide ipolyságra? De én, ha megkérdeznétek, hogy mikor szerettem jobban a feleségemet, akkor, mikor 30 évvel, mikor ennek előttünk vagy most, én megmondom nektek, hogy most jobban szeretem. És ezt nem csak én tudom, mondtam neki. Megmondtam neki. Nem csak ott a oltár előtt, hanem megmondom neki. Erősítem, buzdítom! Kell, hogy ez a buzdítás legyen! Ez nem csak az, hogy hát hogyan kezdjem el, ha nem kapom? Honnan adjak, ha nem kapok? Honnan adjak szeretetet, ha nem kapok? Honnan adjak odafigyelést, ha nem kapok? Ha embertől akarsz venni vetőmagot, akkor nagyon szegény lesz a aratás. Neked Istentől kell venni a szeretetet. Mert szeret téged Isten. Annyira be kell tenni a szívednek Isten szeretetével, hogy nem embertől vagy betelve emberi szeretettel, hanem Isten szeretetével. Amen! Ennélkül nem lesz vetés. És ha nem fogsz vetni, nem lesz aratás. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ki mit vet, azt fog aratni. És hogyha nem fogunk vetni, nem fogunk aratni. Esetleg konkolyt vagy valami bogáncs lesz ottan, de nem lesz az, amit szeretnék aratni. Amit szeretnék, hogy neked csináljanak. Amit szeretnék, hogy neked tegyenek az emberek. Te tegyél velük. Azt mondja, hogy ne szidalmod szidalomért. Ne szidalmozzátok egymást. Ha ő szidalmaz, én is szidalmazom. Ugye? Mert ez olyan, mint egy vetés. Minden újabb, mikor kinyitod a te szád, az a szádnak kinyílása az egy vetés, amit beszélsz, az egy vetés. És ahogyan vetsz, úgy fogsz aratni.
És melyik az a gazda, aki kimegy